Köszöntöm nézőinket, Önök Völtségi magazinunkat látják. Mutatom, mit kínálunk mai műsorunkban. Disznóvágás. Székelyek, svábok és felvidékiek látogattak Kakasra. Tervek kétjen. A 2024-es év is számos fejlesztést hoz. Felújítás. Több projekttel is készült Tevel az idei esztendőre. Kakast község, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete székely, sváb és felvidéki disznóvágást tartott Kakasdon. Az esemény már több évtizedes hagyomány a településen. 22. alkalommal rendezték meg Kakasdon a hagyományőrző székely, sváb és felvidéki disznóvágást. A településen mindig nagy készülődés előzi meg az eseményt. Négy testvértelepülésről is érkezett delegáció. A kakasdiaknak is egy egész napos rendezvény, hiszen együtt közös a vágás, közösen feldolgozzuk a húsokat, és közösen el is fogyasztjuk, majd ezt követően bállal zárul maga az esemény, ez az egész napos eseményünk. Ezen a napon nem születnek nagy döntések, nagy horderejű dolgok, mégis nagyon jelentős Kakasd élete szempontjából, hiszen várjuk, készülünk rá, és úgy működünk ezen a napon, mint egy nagy család. Tehát közösen dolgozunk, és azt gondolom a mai időkben ez egy nagyon fontos, sokszor fontosabb, mint egy nagy horderejű döntés. A másik szempontból ez egy hagyományőrző disznóvágás. Kakasdon is egyre kevesebben vágnak disznót, földolgoznak fél disznót, vagy éppen betöltenek húsokat, de maga a disznóvágás is lassan hagyományőrzésnek számít, hát még ennek módja. A polgármester elmondta, Kakasd székely, sváb és felvidéki gyökerekkel rendelkezik. Ezért fontosnak tartják, hogy a kialakult testvértelepülési kapcsolatokat folyamatosan őrizzék, gondozzák. A felvidéki, deáki és Kakasd közötti testvérkapcsolat már 15 éve működik. Mi úgy jövünk ide, hogy ez a másik otthonunk. Itt vannak a barátaink, itt vannak az ismerőseink, ismerős arcok. Ugyanúgy örülünk egymásnak, mint 15 évvel ezelőtt. Nagyon fontos, mert kapcsolatépítő jellege van. Úgy kezdtük ezt az egészet, hogy a fogásokat, amit megcsinálnak, háromféle módon készítik. Felvidék módon, sváb módon és az itteni szokások szerint. Így megismerhetjük mások ízvilágát, mások ételét, és jókat beszélgetünk, úgy a hétköznapokról, úgy a politikai helyzetről, úgy a mindennapjainkról. Örülünk egymásnak, körülünk az erdélyi barátainknak, és ez a kapcsolat, ez olyan mélységes, hogy nem csak ide járunk, hanem ugyanúgy találkozunk aztán Erdélyben a kakasdiakkal is, úgyhogy igyekszünk mindig a csapatba belemondni másokat is, hogy mások is megismerjék, mások is barátkozzanak. Nagyon kedves emberek Kakasdon, polgármester asszonnyal az élen, úgyhogy örülünk, hogy meghívnak, és örülünk, hogy itt tudunk lenni. A német vendégek Radiborból érkeztek. Hilc Ádám elmondta, a sváb módszer szerint a disznót teknőbe forrázzák, aztán rénfára akasztják. Ezt követően megtisztítják, majd feldolgozzák. Hogy miért fontos hagyományőrzése svábok, székelyek Erdélyből összejönnek, és évente ez a disznóvágás, ez egy olyan összejövetel, amit nagyon nagy örömmel fogadjuk a vendégeket minden évben, és ők is szívesen jönnek. A disznóvágási szokások is változtak az évek, évtizedek során. Alapjában az, hogy disznó kell hozzá, forrázott teknő, rénfa, de azon kívül ugye ma már sokkal egyszerűbben, mert van gázperzselő, van elektromos daráló, stb. Tehát könnyebb a feldolgozás. Még a vízmelegítés ugye gázzal lehet fűteni, melegíteni, tehát egyszerűsödött sokat. A székelyek leszúrás után először szalmával beterítve perzselik az állatot. Sebestyén György, kakasdi székely.
Szerinte fontos megőrizni azokat a hagyományokat, melyeket a székely ősök kezdtek el. Meg a hátát egy kicsit egy bemutatást. Ami ebbe, hogy is mondjam, más, mint a másik, ugye a maga a perzselés formája, módja a feldolgozásnak, szintén a más fűzeresítés, de megmarad ez a hagyomány, és nagyon reméljük, hogy megmarad. Nekünk ezek a disznóvágások kicsit több, mint a disznóvágás. Ez lehetőséget is alapod ad arra, hogy a testvértelepülési kapcsolatokat ápoljon Kakastközség is, úgy, mint más települések. Így jelesül Székelyföldről két településsel van testvérkapcsolatunk. Németországi Radiborral egy, illetve Felvidék Deáki még egy. Na most ez a rendezvény, ez megalapozza azt, hogy rendszerességgel összejövünk. Én úgy tapasztalom, úgy látom, hogy nagyon jó érzik magukat, itthon érzik magukat, ugyanis hát ez a lényeg, hogy jó érezik magukat. Sebestyén György kiemelte a felvidéki magyar közösség és a német kapcsolatok jelentőségét is. Egy kicsit talán kitérnék a felvidéki magyarokra. Ugye őket betelepítették jellemzően több településre egy néhány családot, és ugye nagyon sokan, akik jönnek, annak Munyhádon van, Mucsván, Kisvejkén, rokonai, és ugye ezt az alkalmat megragadják arra, hogy ellátogatnak, vagy meglátogatják a rokonokat, és a kapcsolattartásba ez is besegít. A német kapcsolatról az nekünk azért fontos, mert a Kakasdi, illetve környékbeli németségnek egy kapocs. Egy kapocs, ami nagyon jó élő kapocs, azt ők úgy látom, hogy tartalommal is jól megélik. A székely és a magyar kötődés rendkívül erős köteléket jelent. Ahonnan eljöttek a szüleim, ez Bukovina és Andrásfalva, oda érdekes módon tisztelettel beszéltek róla, vissza-vissza vágyunk és vágytak, de visszaköltözni nem akarnak. Tehát az a választott hazájuk, vagy a kényszerből 180 év körül időszak, amit ott éltek egy kisebb magyar közösségbe, annak kialakult egy hogy sajátos kultúrája, olyan szempontból sajátos kultúrája, hogy kicsit konzerválódott a Csikibedencéből magukkal vitt magyar székely kultúra. A székely disznóvágásnak is megvannak a sajátos szokásai, amelyek a fűszerezésben is különbséget jelentenek. Készítünk hagyományszerű, enne azt mondja, hogy kolbászt is, illetve szalámit. A szalámi készítés, azt mikor a szüleim ide kerültek, akkor csak borsóval fűszereztek, paprikát nem ismerték. És ugye ezt még mindig megvan. Maga pedig a, hogy is mondjam, a disznóvágáskor, de hát ezt az asszonyok jobban tudják, maga az alkalomhoz készített levesétel, az az órja. Az az órja, az, aki nem tudja, az talán azzal tudnám érzékeltetni, hogy ilyen olyan savankás, savanyú leves, ami a disznónak bizonyos részéből készül, de mondom, én nem vagyok én otthon a háziasszony, de hát én erről egész elintől. Rokonok még mindig vannak. Hát a rokoni szálakat is azért ápoljuk, amennyire tudjuk, nem csak a testvér települési kapcsolatok révén. Az első székelyföldi település szerződés aláírásakor jó magam is részt vettem, és ugye hamar szembe tűnt a gondolkodás mondjuk, a vendégszeretetük, a ragaszkodásuk, és hát, ha mondhatom így, a kicsit érdekes észjárásuk. Kakas székely testvértelepülései Csíkfalva és Maroskeresztúr, azon belül is Székely Kakas. Bota Dániel is erről a külhoni településről érkezett. 12 óta ápoljuk a kapcsolatot az itteni közösséggel, és azóta minden egyes alkalommal részt vettem a hagyományos disznóvágáson, és nagyon jó dolog,
hogy az emberek közötti kapcsolat kialakulása óta ők is ragaszkodnak hozzánk, mi is hozzájuk, és megragadunk minden alkalmat, hogy találkozhassunk. Úgy itt, mint otthon, Székelykakasdon. Maga a predesztináció is összehozta ezt a közösséget, mert úgy kerestük meg egymást, hogy mivel hogy 600 kilométerre vagyunk, és rájöttünk, hogy itt is van egy Kakasd, ott is van egy Kakasd, kettő van a Kárpát-medencébe, és megragadtuk az alkalmat, és kialakítottuk ezt a kapcsolatot, és hála Istennek, nagyon jól működik. A külhoni székely delegáció a disznóvágáson kívül augusztus 20-án is el szokott jönni Kakasdra. Otthon nálunk is vannak események. Például 2015-ben volt 500 éves a településünk, és akkor voltak először meghívva az itteniek, és akkor is írtuk alá a szerződést, az együttműködési szerződést. És azóta is, mikor bármilyen ilyen nagyobb esemény szervezünk meg, mindig meghívjuk őket, és mindig szívesen fogadják, és részt is vesznek rajta. Úgy nézem én legalábbis, hogy most kezd kibontakozni ez az igény bennünk is. Tehát az ifjúság olyan, hogy az idősebb korosztály kell bevezesse őket ezekbe a kapcsolatokba. Például ez az első alkalom, hogy sikerült az én fiamat is elhozni ide, és még többen vannak, akik igénylik ezt a kapcsolatot, és gondolom, hogy át fogják venni tőlünk. Az a legjobb, hogy nem mind önkormányzat csak működik, hanem az emberek egymás között kialakítottak baráti kapcsolatokat, és azáltal lehet garantálni a jövőben is a kapcsolatot. A szervezők szeretnék az eseményt még hosszú éveken keresztül megrendezni, annak érdekében, hogy tovább tudják ápolni a hagyományokat. Számos fejlesztést tervez Kéty, így többek között sor kerül a 2024-es év során a temetőben található rovatalazó tetőszerkezetének megújítására is. Fontos lépésként a polgármester megemlítette a falu program keretében vásárolt buszt, ami jelentős segítség az itt élőknek. A Magyar Falu Program keretében már megvalósult Kétyen a falubusz beszerzése, amely fontos szerepet tölt be a közösség életében. És ezzel a falugondnoki szolgálatunkat erősítjük. És jobban itt az időseknek azokat a dolgait segíti ez a szolgálat, amit maguktól nem tudnak megoldani, illetve a nem él velük hozzátartozó, mert ugye tudjuk nagyon jól, hogy a fiataloknak is rengeteg dolga van, és akkor ezeket a feladatokat a falugondnoki szolgálat oldja meg, illetve a szociális étkezésben is ez a busz szállítja át a zombai konyháról az ételt, és hordjuk ki a szociális étkezőknek. A pályázat célja az volt, hogy a kis lélekszámú települések falu és tanyagondnoki szolgálatainak működését, vagy a szolgálat létrehozását magas komfortszínvonalú, alacsony károsanyag kibocsátású és takarékos üzemanyagfogyasztású gépjárművek beszerzésével támogassa a Magyar Falu Program. Ez egy ingyenes szolgáltatás, annyi, hogy a falugondnokunkkal veszik fel a kapcsolatot igazából a rászorulók, vagy akik ezt igénybe szeretnék venni, és akkor a falugondnokkal egyeztetnek, ugye akkor nem kellek mindenhez én ilyen szempontból, vannak olyan dolgok, amiket természetesen nekem kell engedélyeznem, de ezeket az alapvető feladatokat, mint elmenni gyógyszerért, vagy elvinni a gyereket hirtelen az orvoshoz, vagy ehhez hasonló dolgokat, ezeket elég, ha a falugondnokkal megbeszélik, és akkor ez természetesen így mehet. Jelentős beruházás volt az elmúlt évben a csapadékvízhálózat rekonstrukciójának elkészülte is, illetve még az idén megvalósul a Magyar Falu Program keretében a temető ravatalozójának tetőszerkezete. Temető ravatalozóján el szeretnénk egy féltetőt építeni, de ez nem olyan tipikus féltető, hogy a mostani nyeregtetőt meghosszabbítjuk, mint például ilyen mezőgazdasági épületeknél vagy valahol, hanem egy rendes olyan épületrészt raknánk mellé, ami ilyen
fa lábakon áll, és akkor oda csavarozzuk az épülethez, és akkor végül is ennek az a lényege, hogy amikor esetleg esik az eső, vagy nagyon-nagyon meleg van, akkor ez akár árnyékot is tud adni, illetve meg tudja védeni a gyászolókat az időjárás viszontagságaitól. Gödrey Zoltán polgármester hozzátette, ezek a beruházások hatalmas előrelépést jelentenek a település életében, és fontos közösségszolgáló értékkel bírnak. A Teveli önkormányzat több olyan felújítást és fejlesztést is tervez erre az évre, amely a helyi lakosok életminőségének javulásához is hozzájárulhat. Egy új piactér kialakítása és a művelődési ház korszerűsítése tartoznak a legfontosabb projektek közé. A bankfiókkal és a postával fennálló jelenlegi problémákra is gyors megoldást kellett találni a településnek. Tevel önkormányzatának egyik elsődleges feladata ebben az évben az volt, hogy a helyi bankfiók és posta bezárására megoldást találjon. A MFB pontként még üzemel a Magyar Fejlesztési Bank pontja itt Tevelen, viszont a bankfiókot az egyesülés után bezárta, tehát konkrét banki szolgáltatást nem lehet intézni Tevelen 2023. december 29 óta. Az automata is, az ATM is üzemképtelen volt, így fölvettünk több bankkal kapcsolatot, és új ajánlatokat kérve próbáltunk egy új kapcsolatot kialakítani. Végül is a tárgyalások eredménye az lett, hogy továbbra is partnerként maradt a MBH Bank azzal az ígérvénnyel, hogy februárban egy új ATM-et helyez ki. 2023. decemberében a Magyar Posta megszüntette a postai telephelyét a településen, és mobil posta kocsi szolgálattal próbálta megoldani. Ez azt jelentette, hogy naponta 20 percet lehetett elérni, vagy lehet jelen pillanatban is elérni a mobilpostán a szolgáltatásokat. A település fölvállalta, hogy a polgármester hivatal épületében kialakít egy részt, ahol postapartnerként minden napos nyitvatartással, teljes körű postai szolgáltatással fogjuk üzemeltetni 2024. február 13-ától a postát. A nyitvatartás az napi 4 órában lesz, hétfőket és pénteken reggel 8-tól 12 óráig, illetve szerda csütörtökön délután 00:30-tól 05:30-ig lesz a posta nyitva, és itt ebben a helyiségben került kialakításra a posta ügyfélszolgálata. Emellett még kiemelendőek a fejlesztések, hiszen Tevel új piac kialakítását is tervezi, illetve a meglévő épületek felújítása is prioritást élvez. Már 3 alkalommal őrtüzet gyújtottunk itt, tehát olyan rendezvény már megkezdődött valamelyest, de szeretnénk, hogyha sikerül pályázati forrásból megvalósítani egy olyan rendezvény, illetve piaszteret, ahol később a évről évre nő Gauska Fesztiválra egy ilyen méltó helyet tudnánk találni, és hetente pedig a kistermelőknek a helyiben készített termékeit itt tudnák árulni, és úgy gondolom, hogy ez egy fontos, megint olyan beruházás lenne a településnek, ami előre vinni a településünket. A művelődési ház korszerűsítése szintén a tervek közt van. Az egész művházat szeretnénk itt felújítani, ugyanis ha megnézzük a épületnek az állagát, hát a nyílászárok ugye mind cserére szorulnak, a lábazat, a vakolat, a tető teljesen rossz állapotban van. Úgy gondolom, hogy ugye energetikailag ez szinte nulla most jelen pillanatban az épületnek a minősége, minősítése.
jelen pillanatban konvektoros fűtés van bent, az is egy elavult, jelen pillanatban már nem korszerű fűtésnek számít, nagyon drága a fenntartása. Ezt szeretnénk egy pályázati forrásból teljes körű megújítással egy olyan intézményé alakítani, ami méltó lenne minden rendezvénynek a megtartására. Sok olyan dolog van még, amit szeretnénk megvalósítani. Ugye választások következnek, és nem a választások miatt is, de hát szeretnék még továbbiakban is egy ciklust minimum vállalni, és ebben a ciklusban pedig a terveim mindenképpen az, hogy ami elmaradt az előző öt évben, azokat megvalósíthassuk. Azok között az egyik a művelődési háznak a energetikai felújítása, a másik egy ilyen piactérnek a létrehozása, mind a kettő egy jelen pillanatban bent van egy top pluszos pályázati elbírálás alatt. Nagyon fontosnak tartanám még, hogy az időseknek egy idősek napközis otthonát kialakítani, ugyanis nagyon sok az egyedülálló, illetve a felügyelet nélkül napközben itthon hagyott idős személy, és akinek a felügyeletét, gondozását a napközi órákban az önkormányzat bizonyos keretek között akkor el tudná látni, és a hozzátartozók legalább biztonságban tudnák érezni a idős hozzátartozójukat. A Magyar Falu programban megjelent önkormányzati épületek felújítása egy tavalyi évről átnyúló projekt. A szolgálati lakás és az alatta üzemelő gyógyszertár helyreállítása kiemelkedő figyelmet kap a településtől. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!